Sziasztok, ezúttal a navigációról lesz szó. Ahhoz, hogy oda találjunk A-ból B-be a Hornettel, elengedhetetlen információk fognak elhangzani. Remélem, hogy egy pár percig mindenki koncentrálni tud egy picikét. Azzal kezdem, hogy ide a jobb oldali DDI-ra kirakom a HS-it. Nézzük a problémát. Van egy waypointom, van kettő waypointom, mutatnak valahova, de valahonnan, valamilyen forrásból kapok egy új koordinátát, akár bullseye-ra vonatkozólag, akár egy földi célpontra vonatkozólag, hogyan tudom ezt betáplálni a rendszerbe. Hát első lépés, hogy a HSI-nek be kell fáradjunk itt a jobb felső sarokban található data fülét. És itt látszik, hogy 0-as, 1-es, 2-es waypointunk van, de kellene egy új. Hát ugye szeretjük megtartani azt, ami van. Fellapozunk egészen a 3-asig, mert hogy fel lehet anélkül is, hogy létezne. És megnyomjuk itt balfent az UFC gombot. Azt hitted. De újat berakni, azt a Sequence UFC-vel tudunk, tehát hogy egy sorozatba bele tudjunk szólni. Jó, itt van egy Insert gomb. Ezt megnyomjuk. Szeretnék egy 3-ast, ugye ez a következő. Enter, és ott is van a 3-as waypointom. Ezt megtehetem többször, insert 4, stb. Insert, nézzük mit csinál, ha 6-ot írok be. Akkor lesz egy 6-os, kihajt az 5-ös, de nagy dolog. Jó, mit tehetek, hogyha ennek meg szeretném adni a koordinátait? Na most jön az UFC. Pozíciót szeretnék megadni. Én most puskázok, és van egy megadott koordinátám. Azzal kezdjük, hogy északon vagyunk. 41, 55, 14. Beírjuk, hogy kelet. 44, 25 és 40. Jó. Itt vannak a kis koordinátáink, és hogyha visszamegyünk a HSI fülre, akkor látszik, hogy a melyik kiválasztottuk, igazából azt most meg így van, 3-ast írtuk át. A 3-as waypointunk itt megjelent, és már is tudunk felé navigálni. Tudunk állítani ennek a magasságot lábban és méterben, hogyha a földi célpontot szeretnénk támadni, teljesen mindegy. És már is meg tudjuk jeleníteni az útvonalpontot. Fenn itt a navigáción, írja, hogy milyen távol vagyunk tőle. Jó, és tudjuk használni a HSI-n. No, hát eddig tartott az alapképző, hogyha valaki már most tudja, akkor nyugodtan kiléphet. Egyetlen apróságot felejtettem még el, hogy hogy csinálunk bullseye-t ebből az útvonalpontból. Ugye most már be van táplálva, viszont a data oldalra be van táplálva a 3-as waypointunk, amit kaptunk. És meg kell nyomni ezt a gombot, hogy R to R waypoint. Itt picit összemosódnak a feliratok, de ez akarna egyben innentől ideig, tehát R to R waypoint. Be is keretezi szépen, és jelzi, hogy a 3-as waypointot adtuk meg ennek. Jó, tehát ilyente fog minden eltekergetünk, csináltunk, amit akarunk. És ez meg fog jelenni, hogyha átmegyünk az SA page-re. Kizumolunk, és látszódni fog, hogy a 3-as waypointunk az bullseye, és kapunk egy nyilacskát is, ami észak felé fog mutatni a bullseye-ból. Jó? Itt tudunk bullseye-t csinálni, új waypointra, illetve új waypointod bármire. Jó? És most már tényleg vége, hogyha valaki csak ennyit szeretett volna megtudni, akkor itt befejezheti. Mi történik, hogyha én a 3-as waypointomra bombát szeretnék dobni? Nincs más dolg. Vissza kell menni a HSI-ra. Jó? Mi történt? Szóval 3-as waypoint, bombát szeretnék rá dobni. Weapon designate, megnyom azt a gombot. Átváltott kis gyémántá. Átváltok air to ground módba. És már látszik is, hogy 17 mérföldre van tőlem a célpont. És gyémántá változott a waypointom felé dirigáló kis mutatóm is, jó. Tehát jobbra kell fordulni az iránytű szerint. Jó, és lekerült a waypointom a földre.
Nagyon jó. Fontos még egy, hogyha szeretnétek bombázni erre a waypointra, akkor datapage-en be kell állítani UFC elevation és a megfelelő magasságot, hogy jó helyen legyen, de figyeljetek, hogyha már targetet csináltatok belőle és utána állítjátok át, akkor ismét vissza kell menni, és mivel új waypointunk van, igazából újra meg kell nyomni a weapon designated, és onnantól lesz szépen a helyén a waypoint. Jó, eddig tartott az egyszerű része. A következő részben pedig ki fog derülni, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg koordinátákra kell dobni bombát, de valami nem egészen fog stimmelni a rendszerrel. Koordinátügyileg még az ED-nek van hova fejlődni, de ezt már a következő videóban fogjuk kideríteni.